Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A Tour de Danuka című sorozatunk következő epizódjához érkeztünk el. A helyzet a következő, lefagyott az egész játék, ahogy befejeztük az adást nem sokkal később, és ennek következményeképpen elment a teljes dolog, úgyhogy azt csináltuk, hogy újraindítottuk ezt a Normand körversenyt, és ezen a versenyen befutottuk, illetve levittük az eredményeket. Ez alapján viszont egy kicsit átalakult a végeredmény, mint látható, és William Bonney a harmadik helyre be tudta magát férkőzni, úgyhogy akkor innen folytatjuk tovább a második szakasszal. Ez viszont már egy nagyon kemény szakasz lesz az itteni paraméterekben. Sík szakasz, minden szakasz, viszont itt vannak a hegyi dolgok, és akkor ide kéne fölépíteni egy olyan stratégiát, amellyel bizony el kéne gondolkodnunk. Danny Pate-re helyezi a hangsúlyt a játékészítő. És nézzük, hogy milyen a Garnierivel készült az interjú. Van egy kis félelem és egyben izgatottság ebben a szakaszban. Ez a mai napon, itt a mai napon minden el fog dőlni, azt gondolja. Az a kérdés, hogy merre felé fogsz támadni. Hát meglátjuk, megvan az én kis ötletem erre, és utána kipróbálom a szerencsémet, hogyha jó a nyitás. Hát mi is próbáljuk ki a szerencsénket, sok sikert kívánok magamnak, nem könnyű. Ezt tényleg be kéne húzni, ezt a versenysorozatot, ezt a Normand körversenyt, ilyen csapatokkal, mint a Fortuneo, a Junior BMC csapat, Seg Racing, azért ezen csapatok ellen be kéne húznunk ezt, én azt gondolom. Az összetett állás, Roa második legjobb FDZ, és a többiekről információm nincsen, őszintén. De itt már látom, hogy harmadik a sprintben Bonney. Eiking 11. az ifjúsági kategóriában. Egyébként 25. az összetettben, szóval izgalmas lehet itt ez a verseny. Na! A stratégia az úgy néz neki, én azt gondolom ebben, hogy rá kéne dobnunk, rallisok kapták meg a... Na és akkor elindult a mezőny, viszont én össze kell, hogy hozzam a dolgokat. Réza, itt vagy. Na várjál, Réza nagyon jó flatben. Godó viszont hegyben. Bonney nagyon jó flatben. Hát Eiking inkább hegyes. Ró nagyon jó flatben, úgyhogy oda kell figyelni. És Garnieri az, aki a második, akire azt gondolom, hogy illetve rá felhívták a figyelmet, de én azt mondom, hogy inkább... hát ez a Mansell, ez nem is tudom, hogy mit keresít őszintén. Azt fogjuk csinálni, hogy igen, én azt mondom, hogy Bonney-ra fogjuk az egyik csapatunkat rátenni. Méghozzá Godót. Ja, ez azt jelzi, hogy hol van a mezőnyben. Értem most már. Próbáljunk egy Garnierit? Azt kéne, hogy Róra rádobjuk Garnierit. Fordítva. És többiekre is rádobunk egy-két segédembert.
Az a baj, fordítva akarom. És mit csinálsz te, rendszer? Most a Bonnie-t rakta a leghátulra. Tehát akkor Riza, az jó. Godó, az is jó, mert ő fogja rásegíteni a hegyre. És Pinóékat is elhelyezzük Róra, Eiklinget pedig Rízára. Jó, tökéletes ez így ez a beállítás. Itt lesz két hegyi menősöm, még Ró részéről. Jó, szerintem ez így jó lesz, nézzük meg. Nyilván most meg kell várnunk, hogy összeálljanak a csapatok. Ugyanakkor meg kéne próbálni azt, hogy... Na, mindjárt összejön. A mezőnyből támadás van az élmezőnyben, és bizony jön mindjárt az első hegyecske. Rójék alakulgatnak, úgy látom. Megvan a Eikling félre csapat, ők készen is vannak. Rójékat pedig meg kéne próbálni előrébb vinni. Na, próbáljuk meg ezt a dolgot. Hát még mindig abba vagyok, hogy próbálgatom kitalálni a játék a metódusait. Pino megvan, Menzen megvan. Garnieri, megvagy te is, jó. Előre kéne őket vinni. Várjál, Rizáékat is figyeljük. Igen, be kéne őket is indítani. Légy szíves, menjetek előrébb, mert ez itt nem lesz így nekem jó. És ráadásul bennetek van az erősebb csapat. Azt gondolom. Tehát egyik emberként Garnieri, akire rá kell helyezni a hangsúlyt, a másik emberke pedig Bonnie. Ők kettejükre emelném föl a mércét. Na és akkor elviekben Róék megérkeznek a mezőny elejére, és remélhetőleg ez itt nekem abszolút jó lesz. Csináljunk egy beállításba, menjünk vissza az eredeti beállításba, köszönöm. Sokkal jobb így, azt gondolom. Na, jön a hegyecske, megjöttek Rizáék, nagyon jó. Ja nem, Riza megérkezett. Megérkezik a másik csapatom is? Így van, megjött a másik csapatom is, bizony két csapatban építkezünk, és akkor most egy kicsit megpróbálhatunk emelni tempót, én azt gondolom. Róékra egy kicsit rájobb nyomom. És ha megpróbálunk ettekkelni, ahhoz mit szóltok? Róék megindulnak! Ohohohoho! Ugorjunk rájuk! És ez jó lesz. Elvitték a pontokat előttünk, de nekem arra lesz jó ez a támadás, hogy bizony előre tartsuk magunkat. Mindjárt ránézek, hogy ez mennyit jelentett számunkra. Hát annyit, hogy Maynardot is sikerült magunkkal hozni, és a mezőny az itt van. Igazából itt ez most az volt, hogy egy kicsit megérinket. Nem akarjuk, hogy elmenjenek tőlünk nagyon messzire a főmezőnytől. Közben Ró próbálja visszaszerezni az energiáját, mint látható. Rizáék egyelőre mezőnynek az elején vannak, az nekem nagyon rendben van. Ezt be kell hozni. Jön mindjárt a következő hegyecske, és itt szerintem majd azt fogjuk csinálni, hogy egy picit visszábeszek Róéknál. Legyen az. Kicsit visszábeszek Rónak, hogy egy picit többet pihenjen, és akkor Bonnevire mindjárt átámadunk egy erősebbet. Ez itt egy keményen bevelkedő lesz, ahogy én látom a táblát. És mi lenne, ha Rizával támadnék? Az a baj, Riza is kezd fáradni egyébként. Viszont én most egy kicsit beljebb indítanám Rizát. Ró viszont nagyon-nagyon... Most elő van mindkét csapatom, ez a nagyon jó hír.
Hírsi támad az egyes mezőnyben. Rizáék viszont megkezdték a munkát, igencsak, és én azt mondom, hogy induljon be a támadás, de nagyon durván. Eiklingék is beindítják magukat, nézzük Rizá, sikerül-e fölmenni. Itt most az a fontos számomra, hogyha ő megvan, leválik, és egyből megy tovább a támadás. Eikling megvan. Azaz, erre gondoltam, és akkor most megállítjuk az órát, ha megtudjuk. De nem így tudjuk. Rizát megkérjük, hogy ha lehet, akkor próbáld meg a mi kis csapatunkat utolérni. Lehet, hogy hulla vagy ehhez, de meg kéne próbálni. Jó van, meg lesz. És akkor itt most a tömeges relay-be kell rámennünk. Úgyhogy Godó, Boné, illetve Rizá is menjél rá, légy szíves a tömeges váltakozásba, és remélhetőleg ez így rendben lesz. Mondjuk egy kicsit még kéne támadni. Úgyhogy lehet, hogy még az lesz, hogy inkább azt mondom, hogy az a baj, igen, utolérik őket, úgyhogy vissza kell építenünk a csapatot, azt mondom. Te vagy a hegyesem, viszont itt ugye ez a csapat, ugye a Godóféle csapat, akikre én azt mondom, hogy talán van esélyünk. Várjál, nem a Godóféle csapat, bocsánatot kérek, ez a Boniféle team. Igen, igen. Igazából itt majd lesz egy sprint, amivel lehetne pontot szerezni, úgyhogy lehet, hogy elküldeném támadásba Godót. Nem Godót, Bonét. A többiek pedig menjenek vissza pihenni. Mezőnybe be is érkeztek. Na, reméljük, hogy utoléri Boné a tímet. Egyelőre Ford Cursorral megpróbálkozunk. Picit pihenősebb a dolog. Ugyanakkor mindjárt vissza kéne még gyorsítanunk a dolgot. Még messze vannak sajnos, az a probléma. Ez a sprint, ez már elúszott nekem, de még nincs vége a dolognak. Hát így viszont már igen, hogy a peloton sokkal inkább azt látom, hogy megközelíti Bonét. Úgyhogy ez sajnos nem lesz meg, úgyhogy... Úgyhogy pihenjél te is, Boné. Roékat nézem. Egyelőre Roék tartják magukat, bár Rót lassacskán le kell szednem. Hát igen, Boné az most... azt mondom, hogy állj be ide, Gáni... Várjál. Stoppe. Na akkor Boné. Follow volt Garnierit. Oké, ez így jó, tökéletes, ezt így akartam. Egyrészt Boné egy kicsit pihen, másrésztről pedig... ez nagyon komoly FDZ-s előny. Van itt kiépítésre, csak ki tudjuk-e használni, ez itt a nagy kérdés igazából. Lassacskán el kell gondolkodnunk a Wasser ügyen. Hát egyelőre mi diktáljuk a tempót. Meg kéne próbálni egy kicsit még gyorsabbá tenni a szekereket, azt gondolom. Viszont lassacskán elfogy Ró, úgyhogy őt le fogjuk váltani. De ez egy kicsit ilyen síkabb rész egyébként. Nem sokára jön egy hegy. Egyébként egy újabb hegy, egy negyedik kategóriás hegy. Hát
inkább emelkedik, mint hogy csökkenne. Kik vannak az élmezőnyben, azt azért nézzük már meg, légy szíves. Na nézzük, van egy Jörgensen, egy Orszó. Egy Hirschi, Koistra, Mortir, Weihe, Lüktedal és Van Dalen. Szerintem Jörgensenre kell odafigyelnünk. Meg kéne nézni a hegyi adatokat. Csak három ember kevisz, az nem lesz nekünk meg. Nem tudná visszaugrani? Köszönöm! Ezt akartam. Jó, az a baj, Rízen mindjárt elfárad. Úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy nem is Rízen, hanem Ró. Rót leváltjuk, megy inni. Elkezdődik az ivászat, Godó is elmegy inni, és Rízát is elkérjük, hogy menjen inni. Ők hárman bőven elegek lesznek. Lükkedál támad az egyes csoportban. Próbálnak leszakadni. Viszont Pinóra remélhetőleg megérkezik még mindjárt Vasszer. Viszont Pinó... hát... kicsit erősebb a hegyre. Eiking vezeti a mezőnyt. Mit csinálsz te? Igen, egész jó hegyre egyébként teszem hozzá, és fiatalok kategóriájába akár jó kis versenyt hozhat le. Kusz van előtte. És közben Godóék meghozták maguknak az italt. Akkor nem tudom, hogy miért nem kaptak a többiek italt. Akkor menjen egy másik csapat le az italért. Elengedjük Garnierit is italra. És utána pedig az lesz a feladat mindenkinek, hogy vissza kell jönnie. Az élmezőnybe, és akkor megpróbáljuk visszarakni őket. Jó. Mennek vissza. Eikling megkapta az italát. Megy vissza. Hoppá! No! Pino! Ő ment volna. Garnieri kéne az ital. Hát oda az egyik hegyisünk. És oda a flettesünk. Ezen Bonnie-nak is kell a vasszer. Ám nem dolgozzák maguknak föl a vasszert. Úgyhogy mindenkinek azt kell adnunk, hogy amikor befejezték, akkor... És ráadásul Eikling és Garnieri ott szakadt a sor! Szakadt a sor! Jó, utolérik. Jó van, jó van, jó van, szép munka. Szép munka, meg vagyunk. Manzin is megvan vissza az elejére, Bonnie is megvan vissza az elejére, mindjárt meg is érkezik. Na és akkor nézzük, hogy mit tudunk csinálni. Hát Rízára ne építkezzünk, mert ő már azért elfáradhatott. Úgyhogy Rízánál azt mondom, hogy kicsit visszafogok, és úgy menjél. Manzenre azt mondom, te vagy az, aki... de nagyon... Egyelőre inkább csalódást okozol. Ugye Bonnie-ra meg Garnierire kéne építkeznünk.
van itt, hát lehet, hogy azt mondom, hogy Bonnie és Garnieri ketten együtt fogják ezt most így vinni. Egy biztos Bonnie-ra ráhelyezzük Garnierit, ez biztos. És Eichling pedig menjen nekik rá segítésképpen, de úgy, hogy Bonnie és Eichling... Opa! Ez most hogy volt? Így a jó. Na, menjen ez a csapat. Jöjjön össze ez a csapat. Mindjárt megérkezik egyébként Manzen is, meg is érkezett egyébként. Őt is ráhelyezzük Eichlingre. És Godó is megjött mindjárt, úgyhogy őt is rádobjuk erre a vonatra, és akkor most már mindenki egy vonatban. És akkor egyelőre még hagyjuk a dolgokat, itt lesz majd egy rész, amikor én azt gondolom, hogy utol lehet érni a mezőn. Szerintem mindenkinek az lesz a célja, hogy éljük utol őket. Riza pedig hát mindjárt elfárad, úgyhogy inkább menjünk a kényelmes kategóriába, sőt még ebbe a spórolós kategóriába is bőven jó lesz nekem. Roékat pedig nem tudom, de ők is utolérik mindjárt a mezőnyt. Hát, igen. Pedig Ró nagyon jó lett volna. Ő majd a későbbiek során. Úgyhogy ez a Garnieri féle vonat, ez remélhetőleg alakulni fog nem sokára. Mindjárt jön egy kisebb emelkedő kategorizálatlan. Ugye előbb volt egy kis macska sztori előző adás kapcsán, ennek kapcsán, illetve emiatt most hosszabb adás lesz. Ez a mai. Egyelőre várok türelemmel, mert nem lehet mit csinálni, de lassan elfogy egyébként Eichling is. Picit lejjebb vehetem egyébként, azt gondolom, itt most csak fogyasztja az energiáját, én azt gondolom. Elég, hogyha a mezőny elején van. Hát, nem tudom, utol fogják-e érni a szökevényeket. Jó lenne egy kicsit bedolgoztatni. Ilyen egy töltőállomás. Haha. Jól néz ki. Hát 2 perc a különbség, és inkább növekedik, mint hogy csökkenne. Ott vannak. Lehet, hogy kéne egy kicsit erősebb tempót nyomni. Tudom. Ú, de jó kanyargós rész. Jól látom, nem lesz itt ismétlődő terület. Ezt el kell mondani. Mit szólnátok, ha egy kicsit most előrébb mász? Riza kezd visszább jönni egyébként, most így nézem érdekességképpen. Tehát a tartalékolás az úgy néz ki, hogy kezd jó irányba menni. Az ott egy támadás? Nem, Joyce nem támad. Hanem itt kezd egy kicsit a mezőny, azt gondolom, hogy kicsit erősödni. Ott vannak pinóék, hát igen, az a mezőny sajnos hátrébb van azért jelentősen. Az már 3 perc lassacskán. Be kéne gyorsítani az agarakat, nehogy elszökjenek előlünk és elmenjen a győzelem. Még talán azért még ez befogható kategória.
Próbáljuk riléjeztetni? A nagy kérdés az az, hogy ez neki mit jelent. Hát inkább azt veszem észre, hogy hátrébb kerültek. Zselékre egyelőre semmilyen szükség, ahogy én nézem. Legalábbis egyelőre azt mondom. Azért van 50 km. Picit hátrébb jutunk, de bizony, amit én gyanítottam, az kezd itt abszolút beválni a dolog. Orszői egyelőre az összetett. És bizony mi nagyon lecsúszunk, ahogy nézem. Ez a fiataloké. Akkor bocsánat, az a fiatalok listája volt. Oho! Na most vissza kell másznunk. Itt most pillanatok alatt jelentősen átalakult itt a mezőny. És bizony Eikling ezzel eléggé visszatudta magát tornázni, eléggé kipihente magát, hogy így fogalmazzam. Úgyhogy bizony-bizony én azt mondhatom, hogy nekivághatunk egy kicsit erősebb menetnek, még akár egy kicsit az erősségét is növelhetem. Rizá pedig ügyesen szépen takarja magát még mindig. Szóval lassacskán azért én azt mondanám, hogy meg kéne próbálni egy boné támadást, ha olyan helyen van. Picit előrébb tudnám mászni? Ez itt a nagy kérdésem. Így valahogy, így gondolom. Megpróbálkozunk egy boné támadással. Ha még jobban kinyitjátok nekem. Ugyanakkor már csak egy perc van hátra, úgyhogy most már tényleg azt lehet mondani, hogy nem sokára meg lesz a... És szerintem pont úgy leszünk, hogy pont jó lesz az ital. Húha, Eikling, mi van veled? Ez nagyon elszállt. Basszus, Eikling, mit csináltál, te rothadvány? Reméljük, hogy vissza tudsz menni az én mezőnybe. Ajaj. Talán visszamegy, mint ahogy mondottam, hosszabbított adásunk lesz. Jó, visszamegy az élmezőnybe. Jó van, ez ügyes volt. Igazából itt a sprintnél most ezt elengedtük, mert igazából semmi. Tudunk, most viszont be vagyunk zárva, az a nagy probléma. Nem tudom, kik vagytok ti. Viszont most el kéne kezdenünk utolérni őket. Úgyhogy lehet, hogy kicsit beerősítjük a szekereket, hogy így fogalmazzam. Ez az összetett állás jelen pillanatban. Hát igen. Ilyen hátrébb csúszunk, viszont most mindjárt szerintem elérkezik az idő a támadásra. Még megvárjuk, hogy őket utolérjék. És akkor Garnierit pedig felrakjuk Bonéra. Menjél előre, légy szíves, Bonéra. Azaz, tökéletes, nagyon jó. Mindjárt kinyílhat Boné előtt az út, én azt gondolom. Eikling ott van elől. Na most, hogyha én azt mondom, hogy Eikling támadjon, 30 km van hátra. Na várjál, most leszedem Godót a vonatról, és azt mondom, hogy Eikling etek. Az nagyon durván arrébb lett nyomva, de remélem, hogy ez még nem lesz gond. Eikling támad, Boné tartja a lépést, és mindjárt akkor jöhet a váltás. Mondjuk a lehető legrosszabb helyen. Tökéletes, Eikling meg vagy.
tartod elől. Hát ez arra lesz jó, úgy leszem észre, hogy utolérjük a mezőnyt. Arra lesz jó ez a sprint. Utolértük a főmezőnyt, ez arra lesz jó. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez így a mi malmunk lett, viszont utolértük őket. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó lesz nekem. Nagyon komolyan előjött a mezőny. És Bonira és Garnierire kéne rámennünk, viszont megindul a mezőny. Itókázás nem lesz gond, viszont Bonnie nagyon jó helyen van, ezt most be kéne használni, ki kéne ezt használni? Aláljuk! Várjál! Kapd előtt! Azt a kicsáját neki! Garnier is ott van, nagyon jó, ismétén! Egyértelműen effort kurzor, ismétén megint támad Schneider, kövesd őt! Ebből akár nagyon jó lehet a dolog! Nagyon jó, Bonnie, kövesd! Ez eddig jó néz ki. Az lesz az utolsó kilométer, már előkészítem Garnierit. Ami megtörténhet, meg is kezdjük. És bizony sprintelj, Garnieri, gyerünk! Első szakadt győzelem, lehet ez nekem, Garnieri! Első szakadt győzelem! Első szakasz győzelem! Ilyen kicsi mezőny, ilyen gyenguska mezőny kell nekem ahhoz, hogy megnyerjük az első szakaszt. Itt van az első szakasz győzelem, és a többiek meg nagyon messze. Ouch. A stratégia rendben volt, Bonnie szépen megcsinálta a munkáját, azt kell mondanom. Garnieri pedig behúzta a győzelmet. Ez ügyes volt. Ez kellett. Szegény Pino elszomjazott. Ő már nem fog sprintelni. Ezt nagyon elrontottam Eiklingnél. Konkrétan teljesen lement, hátra ment. Nulla energiával. Jó, be fog érkezni, nem kell aggódni. Tehát ő is tudja majd folytatni tovább a versenyt. Hát ezzel elment a junior egyébként. Ezt elkurtam. Ezzel elment a juniori esélyeink. Viszont végre FDZ-st fogok látni a dobogón. Még vannak kint versenyzők, meg kell őket várnunk. A BMC-től Krász az, aki kint van még. Ugye ő a junior BMC. Hogy fáradt, abszolút látszik rajta. 24 perc, hát nem biztos, hogy be fog érni. Ő nem fog beérni, ő ki fog esni, attól félek. Abszolút elfáradhatott. Hát talán még be fog érni. Még azért várjunk vele, talán még beérhet. Igen, be fog érni. Be fog érni, ez 9 perc alatt meg fogja tenni. Jó, akkor itt valószínűleg az első helyzethez képest volt ez az időkülönbség. És bent van Krász is, úgyhogy mindenki fogja folytatni tovább a versenyt. Nem esett ki senki sem a szintidőn kívülre. Remélem, itt már nem kell hozzányúlnom a játékhoz. Nem fog beakadni semmi sem, hanem meg igazából ugorhatunk a győzelemhez.
Ezt most nagyon eltaláltuk. Ezt nagyon eltaláltuk, én azt gondolom, úgyhogy ennek örülhetünk. Na, sikerült. Na, nézzük a replayt. És ugorjunk a pódiumra. Gyönyörű utam volt. Itt van, ahogy a mezőny beérkezik a célba. De ugye ne felejtjük el, hogy előtte egy óriási sprintet adott le magából. Itt van Garnieri. Nem voltak messze, de kellett. A szakasz tehát Garnieri. És sajnos egy úgy azonos időt hoztak ki a többieken, nem sikerült annyit leszakadnunk. Úgyhogy előnyt nem sikerült ebből szereznünk, de legalább egy kis győzelmet azért annál inkább, és ez nekem nagyon kellett. Az összetettet Danny Pate veszi át a rally csapatából. Boné itt a harmadik helyre feljött, úgyhogy Bonéra is figyelhetünk, és Garnieri a nyolcadik. A Pontricó Jürgenseni, ez ugye a sprint. Hatodik helyen lévő késnek az adatát nem teljesen értem. Ugye Jürgensen a szökevények csapatában volt benne, és ott szerezte az ennyi pontot. A fiataloknál viszont Garnieri lesz majd az, aki az őrt trikót fogja majd vinni, mert hogy Danny Pate nem viheselhet egyszerre kettő trikót. Bocsánat, ez a pontrikó. Úgyhogy építkezhetünk Garnieri a pontrikó szempontjából, ez jó hír. A fiataloknál pedig Lucas Liss lesz az, aki átveszi ezt a bizonyos fehér trikót. Az RNR-től, a Rednet-től. A csapatok tekintetében pedig a Rally Cycling vezet. Nagyon közel vannak azért hozzánk. A Rednet Rose Team. A Rednetesek. Na, juppi, Garnier is cikk a Liquid-től. Na, innen fogjuk folytatni. Ugrunk a harmadik szakaszra, de ez már csak tényleg a következő adásban. Ennyi hosszabbítás azért elég volt, azt gondolom. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!